Éljük el ezt a 22. számú éneket, amint vagyok sok bűn alatt. Köszönjük, Urunk, hogy a Te igéd ennyire gazdag. Köszönjük, hogy minden kérdésünkre van nálad érvényes válasz. Te ismered a mi kérdéseinket. Kérünk, hogy segíts eligazodnunk. Útaid, Urunk, mutasd meg nekünk, hogy azokon járjunk. Készek vagyunk a magunk útjait elhagyni és Tiédre rálépni. Erősíts minket ebben. És segíts egészségesen növekedni, fejlődni, gyarapodni. Az alázatban, a hitben, a tisztaságban, a szentségben. Ehhez adj nekünk most is a Te igédből, a Te szeretetedből segítséget. Amen. Két részre szeretném osztani ezt a befejező szolgálatot. Az egyik, ha már ilyen sokat beszéltünk Nikodémusról, érdemes megkérdezni, hogy mi lett ő vele.
Mond-e még a Biblia valamit róla ezen a beszélgetésen kívül? És a másik, amit a délutáni beszélgetésünk során jeleztem is, valamit még arról, hogy hogy is van a hívő ember kettős természete, és mit jelent az, hogy növekedjünk a Krisztusban. Nem tudom, ki tudja, hogy beszél-e még a Biblia Nikodémusról másutt is, vagy csak itt a János 3-ban. Még, tessék? Igen, Jézus temetésén is, még egyszer előbb is. Még Jézus elítélése előtt még, amikor le akarják tartóztatni őt, és akkor még nem jött el az ideje, akkor még nem engedi, hogy elvigyék. És a nagy tanács szolgákat küld ki, hogy fogják el Jézust és kísérjék, vezessék elő. És azok hallva Jézus ige hirdetését teljesen elfeledkeznek erről a feladatról, és belegyönyörödnek abban, amit Jézus mond. És visszamennek, és akkor felelősségre vonják őket, hogy hol van, akiért küldtünk titeket. És azt mondják, hogy soha nem szólt még így ember, ahogy ez az ember szólt. És akkor nekik esnek, és leszintják őket, hogy ezért fizetünk titeket? Hát nem ezért mentetek el. Vajon a főemberek és a farizeusok közül hitte benne valaki? De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. És akkor ezt mondta nekik Nikodémus, aki éjjel ment Jézushoz, és aki egy volt közülük, tudnék a nagy tanács tagjai közül. Vajon a mi törvényünk elítéli-e az embert, ha előbb nem hallgatja ki, és nem tudja, hogy mit cselekszik? Ők feleltek és ezt mondták, vajon te is Galileus vagy? Tudakozódjál és lásd meg, hogy Galileából nem támadt proféta. Ez az egyik igehely, ahonnan valamit megtudhatunk abból, hogy Nikodémus életében nem múlt el nyom nélkül a Jézussal való találkozás. Ez rendkívül veszélyes akció volt az ő részéről. A 70 tagú nagy tanács egy emberként hallgatott Jézusra, és alig várták, hogy valahogy eltegyék őt lábalól. És kiderül, hogy még le sem tartóztatják, már kész az ítélet. Csak halálos ítélet lehet, egy kiakadt pert, egy koncepciós pert akarnak rendezni. És akkor Nikodémus veszi a bátorságot magának, és föláll, és azt mondja, hogy már bocsánatot kérek, de mi soha nem szoktunk elítélni senkit azelőtt, hogy kihallgattuk volna. Ide se hoztátok, ki se hallgattuk, el se mondhatta, hogy mit csinált, és kész az ítélet. És mi vagyunk az igazság bajnokai, akik ilyenre is képesek vagyunk. Hallgatólag mindenki igazat ad neki, mert igaza van. De a legjobb védekezés a támadás, elkezdik támadni és meggyanúsítják azzal, hogy ő is Jézusnak a híve lett. Ez, hogy Galileus vagy-e, ez azt jelenti, hogy te is annak a galileainak a tanítványai közé tartozol? Csak nem éltük meg ezt a szégyent, hogy a nagy tanács egy tekintélyes tagja, Jézus tanítványa lesz? Hát nézzél már utána, hogy Galileából nem támadt proféta. Hát Jézus sem onnan támadt, mert Betlehemben született, és Júdeából viszont volt jövendőlés, hogy támadt proféta. Nos, nem akarom én ezt most részletezni, fáradtak is vagyunk már. Csak azon gondolkoztam el, hogy a Krisztus követésében előbb-utóbb minnyájan kerülünk olyan helyzetbe, hogy szint kell vallani. És mit merünk kockáztatni Jézusért? Nikodémus itt nagyon sokat kockáztatott. Ahogy ezt ma mondanánk, a pozíciójába kerülhetett volna. Az, hogy ő Jézust így a védelmébe vette, pedig nagyon óvatosan veszi védelmébe. De ez is igen veszélyes vállalkozás volt. És nagyon sokszor a pozíciójába kerül annak, aki Jézus elkötelezett tanítványa lesz. A nyári csendes heteink egyikén megtért egy 18 éves kislány, és ez a nyári szünidőben volt, július-augusztusban, és szeptember vége felé az egyik ifjúsági óra után mondta, hogy szeretne velem beszélni. És könnyes szemmel elmondta, hogy neki most 4 hét óta nagy harca van. És szeretne erősítést kérni, hogy el ne veszítse ezt a harcot. Hát mi az a nagy harc?
és elmondta, hogy az osztályban őt tartották a leg, így mondják, a jópofa gyereknek, akinek van jó bemondásai voltak, mindig kezdeményezett, jó ötletei voltak, a sportversenyeket általában megnyerte, a tanulmányi versenyeket megszervezte, minden használható, ügyes gyerek volt, benne volt minden bolondságban is. Ha a tanárok ellen valami kellemetlenséget terveztek, ő volt az ötletgyáros, és azt ügyesen kivitelezni is tudta. És azt mondja, nyár óta én tudom, hogy ezt így nem folytathatom. Tehát én soha többet senkivel nem szeretnék elbánni. Senkit nem szeretnék megszégyeníteni. Semmi olyan poént nem akarok mondani, hogy amiatt valakit kinevessenek. És ezt így is csinálom. És itt mondta a fontos mondatot, azt mondja, emiatt elvesztettem a pozíciómat. Mondom, hogy élted ezt, hogy a pozíciódat? Hát, hogy ő az osztályban a jó pofa, ami bizonyos tekintélyt is adott neki a többiek előtt. És mondom, most mi lesz? Most vissza akarod nyerni a pozíciódat, vagy sajnálod magadat, vagy hol a harc, amiben erősítés kell? Azt mondja, abban tessék megerősíteni, hogy ugye nem kell sajnálnom. Hát mondom, ezt te mondtad, ezt te most mondtad ki, de most bizonyos vagy-e benne, hogy nem kell sajnálnod? Most mit veszítesz azzal, hogyha nem te leszed a jópofa, amiatt, hogy a te ostoba tréfáid miatt nevettek ki valaki más. Hát nem, azt soha többet ő nem akarja. Ő azt szeretné, hogy benne Jézus gyönyörködjön, és ne az osztály. De azt mondja, így nem fogadják el tőlem a bizonyságtételt sem. Mondom, próbáltad már? Hát még nem. Mondom, akkor várjuk meg a végét. Most azért te ne akarjál továbbra is jópofáskodni, meg másokkal elbánni, hogy majd úgy elfogadják a bizonyságtételt. Te csak hallgass arra a Krisztusra, aki benned él, ő mit mond? Ő azt, hogy ezt tovább nem lehet folytatni, akkor ne folytasd. És majd ő mondja, amikor te megszólalhatsz és bizonyságot tehetsz, és az bízd ő rá, hogy elfogadják vagy nem fogadják. A te dolgod az, hogy elmond. Az meg az ő dolga, hogy megnyisse előtte a szíveket. Ebben maradtunk, hogy nem kell félteni a pozíciót. Azóta eltelt már néhány hónap, és most karácsony előtt boldogan mondta, hogy valami másféle tekintélye kezd neki lenni. Először egy kicsit bolondnak nézték, hogy elment az esze, pedig olyan talpa esett jópofa volt, most pedig más miatt kezdik tisztelni. És azt mondja, hogy néha már nem győzi, mert az óraközi szünetekben egyenmásra jönnek oda hozzá panaszkodni a gyerekek, az egyik a szerelmi bánatát mondja el, a másik a szülei most készülnek válni, a harmadik, hogy a mamának valami súlyos betegséget állapítottak meg, és mondja, miért nekem mondják? Mondom, biztos vagy, hogy neked mondják? Ezek az emberek megszimatoltak valamit. Pál mondja azt, hogy a Krisztus jó illata árad azokból, akik az övéik. Ezek Krisztusnak mondják, a benned élő Krisztusnak, ezt komolyan kell venni. És hallgass végig nyugodtan, úgyhogy semmi nagy bölcs tanácsot nem fogsz tudni mondani. De tudsz értük imádkozni, esetleg tudod valami igével őket vigasztalni. Ha te lennél most is a jópofa, aki csak, bocsánat a szója, hülye vicceket tud gyártani, akkor nem jönnének hozzád. Pillanatnyilag te vagy az egyetlen az osztályban, akihez lehet menni. Azt mondja, nem, már ketten vagyunk. Hát hogy? És kiderül, hogy már hat az ő bizonyságtétele. És csöndesen terjed tovább az evangélium szívtől szívig, és minden másnap fél órával korábban megy be az iskolába, hogy azzal a másik kislánnyal együtt imádkozzanak. Nem kell félteni a pozíciót. Elveszítette a régi pozícióját, ez fix. És ki lett szegényebb? Az egész osztály gazdagabb lett tőle. A tanárok gazdagabbak lettek tőle. De egyébként se ezt számítgatjuk, hogy ki lesz szegény, ki lesz gazdag, hanem mire indítja az a Krisztus, aki benne él. Nikodémus itt nagyon óvatos volt, de én azt mondom, hogy most ne kezdjük őt bírálni, hogy mit kellett volna csinálnia. Mindenki olyan nehéz helyzetben majd megtudja, hogy mit lehet csinálni. De ezzel számolnunk kell, hogy ha Krisztus érvényre jut az életünkben, megváltozik az emberekhez való viszonyunk, kicserélődik a baráti körünk, megváltozik a napi program, a heti program, a hétvégi program, mással tölti az ember az idejét, és ettől nem kell félni, ezt vállalni kell. Még akkor is, ha azt mondják, hogy te teljesen megbolondultál, olyan normális, egészséges ember voltál eddig, és most meg úgy látszik, valami baj van. Nem baj, Pálnak is azt mondták, hogy bolond vagy te, Pál.
És Pál nagy tisztelettel válaszolt, hogy nem vagyok bolond nemes Festus, sőt kívánom, hogy mindnyájan ilyen boldogok legyetek, mint én, ha leveszitek rólam ezeket a bilincseket. Nem kell attól félni, hogy a régi pozíció elvész, mert új pozíciót kapott az újjászületésben az ember. Isten gyermeke lett, Jézus Krisztusnak a követe ebben a világban, akin keresztül ő maga munkálkodik. A másik mondat, amit olvasunk Nikodémusról, az a János 19-ben van, amikor Pilátushoz elment Arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban a zsidóktól való félelem miatt, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte. Elment azért, és levette Jézus holttestét. És akkor eljött Nikodémus is, aki éjszaka ment először Jézushoz, és hozott mirhából és áloéból való kenetet, mintegy 100 fontot. Elképesztő mennyiség. Ennek a töredékét használták csak egy holttest bebalzsamozására. De Nikodémus most mindent akar Jézusnak. Ez egy vagyont ér, és viszi az egész vagyonát. Jézusnak akar szolgálni még holtában is. Nem volt ő benne itt húsvéti hét, meg nem tudjuk, hogy mi volt benne, nincs leírva. Ez van leírva, hogy egy vagyont élő, szükségtelenül nagy mennyiségű, drága, illatos kenetet vitt Jézus megkenésére. Így szoktuk mondani, hogy a szívét is ki akarta tenni neki. Nagyon hálás volt Jézusnak, és semmi nem volt drága, ha Jézusért hozhatott áldozatot. Hadd kérdezem ilyen egyszerűen és nyersen. Mibe kerül nekünk a Krisztus követés? Mi az az áldozat, amire kész vagyunk ő érte? Nem kisebb-nagyobb adomány, akármilyen értelemben, ami már áldozat. Ami nagy élvágás. Amit örömmel hoz meg az ember Jézusért. Eljutottunk-e már oda, vagy hol tartunk azon az úton, hogy ő érette, semmi sem drága. Akár az időnkről van szó, akár az erőnkről, akár a pénzünkről, bármiről van szó. Ő érette, semmi sem drága. El kell jutni oda, hogy lemondok a pozíciómról, mert egy új pozíciót kaptam, Isten gyermeke lettem. El kell jutni oda, hogy lemondok bármiről, ő érette, hiszen ő benne magát, az életet kaptam meg, olyan gazdag vagyok. És még egy harmadikat szeretnék említeni Nikodémussal kapcsolatban. Ez pedig az, hogy egy valamiről nem olvasunk. Arról nem olvasunk, hogy ő bármikor is beszélt volna Jézusról. Lehet, hogy beszélt, nem tudjuk. De hogy ő bizonyságot tett volna a szavaival is, arról nem olvasunk. És erre azt szokták mondani, hogy jó kérem, de hát beszél az élete. Hát a nagy tanács előtt vállalja a pozícióvesztés kockázatát. Jézus temetésére viszi a fél vagyonát, vagy az egészet. Semmit nem sajnál. A cselekedetei beszélnek. Ez nagyon fontos. De mit mond a Biblia arról, hogy megtélnek-e emberek azon, hogy valakinek a cselekedetei beszélnek? Azt mondja, hogy a hit hallásból van. Mégpedig az Isten igéjének hallásából. És ugyanebben a fejezetben, a Róma 10-ben olvassuk, hogy szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk vallást az idvességre. Ha azért te hiszel, akkor a száddal is tegyél vallást. Nem szabad kijátszani egymás ellen azt, hogy beszélnek a cselekedeteim, vagy hogy bizonyságot teszek Jézusról. Ez a kettő együtt bizonyságtétel. Beszéljen az egész életem, hogy látván az emberek az én cselekedeteimet, dicsőítsék az én mennyei atyámat, aztán tudjak nekik beszélni is arról az atyáról, aki őket is úgy szerette, hogy az ő egyszülött fiát adta értük. És mindegyiket a maga helyén, és nem egymás helyett. Amikor valamit csinálnom kell, bocsánat a kifejezésre, akkor ne járjon a szám. Ha meg valamit meg kell mondani, vallani, azt nem tudom pótolni jó cselekedetekkel. Akkor az evangéliumot kell mondani. De itt is ez a fontos, hogy a bennünk élő Krisztusra hallgassunk. Ő mit akar most? Hogy csöndesen végezzek el egy szolgálatot, és egy szót se szóljak, és azt ő felhasználja. Vagy pedig itt most győzzem le a gyávaságomat, ne szégyeljem a Krisztus evangéliumát, és tudjak valamit mondani, ami tőle való.
Nikodémus nem féltette a pozícióját, nem féltette a vagyonát Jézustól, de nem tudunk arról, hogy a szájával bizonyságot tett volna. Isten segítsen el minket oda, hogy se a pozíciónkat ne féltsük, se az anyagi javainkat tőle, és vállaljuk a bizonyságtétel csöndes szolgálatát is. Ennyit ő róla, és hogyha nem haragszanak a testvérek megint egyszerű illusztrációkkal, valamit még ehhez szeretnék mondani, hogy hogy van az új élet meg a régi élet a hívő emberben, mert úgy tűnt, hogy erről nagyon sokféleképpen gondolkozunk, és azért nem állt, ha azt, amit a Biblia mond erről, azt próbáljuk komolyan venni. Egy-két illusztrációm is van. Első, amiből nekünk mindig ki kell indulnunk, hogy mit mond a Biblia az emberről, a bűnbe esett emberről. És itt most nagyon sok helyen kinyithatnánk az igét, ahol mindenütt ugyanazt olvasnánk, hogy nagyon lesújtó véleménye van Istennek a tőle elszakadt emberről. Az özönvíz történetében az 1 Mózes 6-ban olvashatjuk, hogy az ember szívének gondolata szüntelen csak gonosz. Egy félelmes megállapítás. Szüntelen csak gonosz. Szívének minden gondolata így van. Szüntelen csak gonosz. Az Ézsaiás 1-ben azt olvassuk, hogy minden fej beteg, minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs a testben épség, csupa dagadás és kelés, amit sem kinyen nem nyomtak, sem meg nem lágyítottak. Borzasztó. Tetőtől talpig nincsen bennem ép. Annyira megrontott a bűn. Ott van utána, hogyha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, de ehhez már az Isten bocsánata kell. Anélkül magamban ilyen vagyok. Vagy Pál apostol a római levél 3. részében idézi a 14. Zsoltárból, hogy nincsen egyetlen igaz sem. Nincs, aki keresné az Isten. Nyelvükkel álnokságot szólnak. Lábuk gyors a véjontása, a kezeik szennyesek. És jön a hosszú felsorolás, hogy minden porcikánkat megfertőzte, beszennyezte a bűn. Mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Róma 3.23. Mindnyájan. Kivétel nélkül. A Biblia azt mondja, hogy az ember szíve ilyen. Fekete. Nem pöttyös, hogy van benne jó és rossz is. Nem csíkos, nem zöld, hogy lehet remélni hozzá, hogy majd rendbe jön. Fekete. Egyértelműen fekete lett. Egyedül egy valaki járt ezen a földön, akinek ilyen volt a szíve. Aki bűnt nem ismert, és nyelvében, szájában hamisság nem találtatott, ami Urunk Jézus Krisztus. Ő benne semmi bűn nem volt. De a mi szívünk a Biblia szerint ilyen. Mit tett értünk Jézus? Azt, hogy arra a keresztre, amelyikre a mi bűneink miatt nekünk kellett volna fölmennünk, fölvitte a mi bűneinket, ez így van megírva, a mi bűneinket testében felvitte a fára, és a maga tiszta áldatlanságával elfedezte. Aki hiszi, hogy ez ő ránézve személyesen is igaz, az az ember fogadta el a bűnbocsánatot. Ez a hitnek a jelentősége. Megint az van, hogy elfogadom. A hit mindig elvesz valamit Istentől, amit Isten kínál. Tehát aki hiszi azt, hogy ő önmagában ilyen, de a tiszta Jézus, az Isten fia, helyette meghalt a kereszten, az Isten gyermekévé lett. És azzal mi történik? Azzal az történik, hogy megjelenik a fekete szívében valami krisztusi. Abban Jézus Krisztus természete bontakozik ki. Ez az újjászületés. Megszületett benne egy új természet. Jézus Krisztus természete. Nem a fekete lett barnásabb, vagy sötét szürke. A fekete az fekete marad. A halálunk pillanatáig. De benne megjelenik valami egészen új. Valami felülről való. A János 3-ban az, hogy újonnan születni, az azt jelenti, hogy felülről nemzettetni. Ez a mennyei élet, a Krisztus élete jelenik meg az emberben.
És ettől kezdve egy feladata van, hogy egyre nagyobb legyen ez a fehér folt, és egyre kevesebb látszódjék ki a feketéből. Krisztus növekedjen, én pedig egyre kisebb legyek. Keresztelő János programja volt ez, néki növekednie kell, nékem pedig egyre kisebbé lenne. Már nagyobb, ebben még nagyobb, itt már egész nagy, de a fekete még mindig fekete. Az óember nem javítható. Ez nagyon radikális tanítása a Bibliának. Az megmarad maga bűnös nyomorúságában, csak ahogy nő Krisztus valakinek az életében, növekszik, egyre inkább ő érvényesül, és a mi régi természetünk jó esetben egyre ritkábban jut szóhoz. A nagy kérdés, hogy mitől növekszik Krisztus bennünk. Mi táplálja az új életet? És elnézve sok fontos bibliai igazságot elmondtak a testvérek. Tápláléka az új életnek az ige, Isten igéje, ezért nagyon fontos. A rendszeres, naponkénti biblia olvasás, de úgy, hogy ez ne átfutása legyen néhány mondatnak, hanem úgy, ahogy arról beszéltünk, hogy megrágom, megemésztem, magamra veszem, magamra alkalmazom, és aztán ahhoz igazítom az életemet, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói legyetek, becsapván magatokat. Tehát az ige táplálja, növekszik az új élet az imádság csendjében, meg kellene tanulnunk imádkozni. Nem ima szövegeket mondani csupán, azt bárki tud, hanem imádkozni. A lélek által imádkozni, Jézus nevében járulni az Atyához. Belefeledkezni az imádságba. Én nem tudom, hogy volt-e már olyan a testvérek életében, amikor úgy nyugodtan az időt is rászánták, hogy a végére szellemileg teljesen kifáradtak, de lelkileg fölüdültek az imádságban. Az munka, az imádság, az kemény munka. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, ez nem munka. Ez kisgyerekeknek való kedves, szép imádság, el lehet mondani. De amikor valaki tusakodik Istennel imádságban, amikor másokért harcol, amikor ügyeket hordoz előtte, hónapokon át, éveken át, álhatatosan, amikor beleizzad, Jézus beleizzadt egyszer az imádságban, azt olvassuk, hogy vért verejtékezett, az ott nem játék volt a Gecsemánéban, az harc volt, a maga akarata elleni harc, az emberi természet gyöngesége elleni harc, az Atya akaratának az érvényesüléséért vívott harc. Mindazáltal úgy legyen, ahogy te akarod. És akkor azt olvassuk, hogy még egyszer imádkozott, ugyanezen szavakkal, három nagy menetben, pedig még bajtársai sem voltak ebben a harcban, ott hortyogtak a bogok alatt a tanítványok. Kérte őket, hogy legalább hárman imádkozzanak vele együtt, elaludtak. Jó vacsora után elaludtak. És egyedül is megharcolta az imádság harcát. A lélek fegyvereinek a végén, az Efézus 6-ban is ott van a könyörgés, az imádság. Meg kellene tanulnunk használni ezt a fegyvert. Tehát növekszik az új ember az imádság csendjében, a komoly, a koncentrált, az odaszánt imádságban. Tessenek már egyszer leleplezni saját magukat, hogy nincs mondani valóm sokszor Istennek. Valaki elkezd imádkozni, és két perc után abba hagyja. Hát mit mondjak még neki? Hát ha két ember igazán szereti egymást, vagy valami közös munkát végeznek, hát akár folyamatosan tudnak egymással beszélgetni. Mindig van mondani való. Ez az Istentől való távolságunkat mutatja, ha nincs miről imádkozni, nincs mit mondanom neki. Tehát az új ember növekszik a komoly imádságban. Növekszik az engedelmességben. A legkisebb engedelmesség többet számít, mint a legbonyolultabb elmélet. Amikor lépek egyet azon az úton, amit Jézus mondott. Azt mondja például, nekem egyszer ezt mondta, hogy ti atyák, ne ingereljétek a ti gyerekeiteket, hogy el ne keseredjetek. Keseredjenek. Én azt hittem, hogy nagy bölcsen nevelek. És kiderült, hogy helyzetről helyzet, csak ingerlem őket. És igazat kellett adnom Istennek, ez is a Bibliában van, hogy igazat adtak az Istennek, akik hallgatták Keresztelő János prédikációját. És attól kezdve nagyon oda kellett figyelnem, hogy most szóvá teszek valamit, vagy nem. Most teszem szóvá, vagy majd egy kicsit később, mikor lehink az a gyerek, és már lesz füle meghallani, amit mondani akarok. Kell egyáltalán szólnom, vagy pedig most imádkoznom kell érte. Vagy most kell egy nagy pofont adni,
mert most az a feladatom, ha nehezemre esik is, mert nem szívesen teszek ilyet, mert most arra van szüksége. És ez nagyon megnehezítette a dolgomat, hogy most ebben a kérdésben nagyon figyelni Istenre, mert sorozatosan rosszul csináltam valamit. Engedelmeskedni. Nem véletlenül volt az nap, az az ige. Az előző napokban sorozatosan elrontottam ezeket a kérdéseket. És milyen nagy szeretete volt Istennek, hogy idejében figyelmeztetett. És hogy éppen arra tett akkor érzékenyé. Arra volt szükségem. De így növekszik az új ember bennünk, hogyha na ennyire komolyan vesszük az igét. Növekszik az új ember a hívő közösségében, ahol Isten igéjéről beszélgetünk, ahol együtt keressük az utat. Nem ahol vitatkozunk az igéről, ott nem növekszik, ott sokszor letapossuk a vetést. Hanem ahol együtt akarunk engedelmeskedni az igének, és ehhez kérjük az ő segítségét. Az ige az nem vita téma. Valami máshol vitatkozzunk, az nem vita kérdés, hogy Isten mit mondott nekünk, hanem azt kell világosan érteni, hogy mit mondott nekünk. És még több mindent lehetne mondani, de ezek talán a legfontosabbak, amikben Isten erősíti a mi új emberünket. Növekszik mindig az alázatban, ha kész vagyok megalázni magamat, pedig nekem volt igazam, pedig én jobban tudnám, akkor se szedem a sátorfámat, és nem megyek sehova, ott maradok, kitartok, hűségesen, alázatosan. Úgy kell nekem, csak rugdossák meg az óembermet, alázatra kell nevelni a pimaszt. Aki megsértődik, az biztos, hogy nem a benne élő Krisztusra hallgat, vagy talán nem is élt benne Krisztus. Tessenek ezt egyszer kíméletlen becsületességgel megvizsgálni. Most miért sértődtem meg? Ki sértődött meg? Krisztus nem sértődik meg. Akkor én. Tehát az óemberem reagált. És jó az, hogy az reagáljon. Elmondtam azt a történetet, amikor valaki egy ilyen helyzetben még inkább megalázta magát, és azt mondta, hogy hadd kapjon még egy rúgást az én büszke és hívó emberem, és pusztuljon, és éljen bennem a szelíd Krisztus. Ez ilyen komoly, az új életben való járás, ha valaki követni akarja Krisztust. Ha valaki csak nézni akar utána, akkor viszont egyre messzebb kerül tőle, mert Jézus megy tovább. Ő sehol sem mondta azt, hogy nézzetek utána. Még csak azt sem, hogy gondolkozzatok a tanításaimon. Mindig azt mondta, hogy jel és kövess engem. Az viszont ilyen gyakorlati lépéseket jelent. Viszont a vele való közösség az mindennél többet jelent az embernek. Álvaságában, özvegységében, megalázottságában, kisemmizettségében, tanácstalanságában mindig lesz valaki, egy élő személy, akire biztosan számíthat, és aki soha nem csap be bennünket. Azt szeretném javasolni, hogy egy néhány percet szálljunk arra, hogy röviden egy-két mondattal adjunk hálát az elmúlt napokért, meg könyörögjünk Istenhez, hogy segítsen minket az Jézus Krisztus követésében. Imádkozzunk néhányan röviden. Köszönjük, Urunk, ezeknek a napoknak a csendjét, magasztalunk a Te igédért. Segíts, hogy szelíden fogadjuk mindegyiket. Könyörülj rajtunk, hogy legyen a mi életünk sokkal gyümölcs termő. Hadd termjen a lélek gyümölcse is gazdagon, és hadd tudjunk hozzád vezetni másokat. Őrizd attól, hogy bárkit botránkoztassunk a magunk képmutató vagy felszínes életével. Te növekedj bennünk, és segíts nekünk valóban alábbszállni, egyel kisebbé lenni. Segíts, hogy a Krisztus jó illata áradjon belőlünk. Így könyörgünk mindnyájan szeretteinkért, közelben és a távolban. Könyörgünk honfitársainkért, itt ebben az országban és szerte a világon. Könyörgünk a Te népedért, különösen azokért, akiknek szenvedniük kell a Te nevedért és az evangéliumért. Kérjük, hogy adjál ébredést. Könyörgünk hozzád, hogy nekünk is mutasd lépésről lépésre, hogy mi az engedelmesség útja. És segíts, hogy se joga, se bal ne térjünk le arról, hanem kövessünk téged mind végig. Amen.
kaptál valamit, vagy ha valaki... Igen, már 12.